A növekvő rezsi és üzemanyagárak mellett az élelmiszerek szállítási és tárolási költsége is folyamatosan emelkedik, ami szintén a vásárlókat terheli. A szomszédos Ukrajnában zajló háború kihatással van az importra, ezért a termékek onnan kerülő úton érkeznek, természetesen jóval több költségért. Vannak, akik már most elkezdtek spórolni, ahol csak lehet, és meghúzzák a nadrágszíjat még a tél beköszönte előtt. Az utcemberét kérdeztük arról, vajon meddig tarthat az áremelkedés, és hogyan lehet átvészelni ezt az időszakot. Nem kell fölkapcsolni, mert akkor, amikor lát azért, akkor nem kell annyira fényesen látni mindent, mert főleg, hogyha az ember egyedül van. Mert én mosogatni például este azért nem mosogatok, mert villant könnyen kapcsolni. Most besüt a nap, gyönyörűen elmosogattam. Látom, amit csinálok. A gázol meg, hát nem kell fűteni ilyenkor. Az egy tejámat megmelegítem, kész a gázfogyasztás. Egyelőre még előnyben vannak azok, akik saját maguk számára meg tudják termelni a gyümölcsöket és zöldségeket, így nem a bolti áron jutnak hozzá azokhoz. Amire van pénzünk, megvesszük, nyugdíjasok vagyunk. Ami megvan, az megvan, ami nincs, az már nem is kell nekünk már. Van, aki szerint a legtöbbet az élelmiszereken lehet spórolni. Sokan inkább az olcsóbb árkategóriába tartozó termékeket vásárolják. Minden téren lehet a takarékoskodás. Kevés hulladék keletkezzen a háztartásba például. Mindent felhasználni, minden maradékot. Aztán megpróbálni olyan helyen vásárolni, ahol árleszállítás van például, az olcsóbb terméket megvásárolni. Más azt mondta, a kertes vagy családi házban lakó több gyermekeseket érinti a legjobban az áremelkedés. Meg ennivaló, ami a boltokban hatalmas. Nagyon sajnálom a mostani anyák, illetve családot, akik gyerekeket nevelnek, mert hát azoknak enni kell, lábuk nő, ruha kell, minden kell nekik. Iskola, minden. Szóval szörnyű. Szakemberek szerint a péktermékek árában újabb jelentős emelkedés várható, így 3 héten belül 1 kg kenyér ára meghaladhatja majd az 1000 forintot is.